Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! A hét szinte összes napján beszámoltunk arról, hogy az ország különböző pontjairól éhségmenet indult Budapest irányába a parlament tavaszi ülésszakának első napjára időzítve az ideérkezésüket. Ma meg is érkeztek a Kossuth téren, nem tudtak demonstrálni, mert hogy hirtelenjébe a több évig tartó térfelújítási munkálatok kezdete az ma lett, és egyszer csak kicserélik a mai nappal, a mai naptól fogva a közművezetékeket a földben, tehát hogy ott nem lehet demonstrálni imától. De az Alkotmány utcában, tehát a Kossuth tér melletti legközelebbi utcában vonultak, és követelték a munkát és a tisztességes élethez való jogot. De hát Molinó is várta őket, mint ahogy az ország több pontján is vártak már különböző, vagy várták különböző meglepetések a menet tagjait. Vendégünk Tóth Imre, jó estét kívánok, üdvözlöm! Kezdet csókolom! A tavalyi éhségmenetből is ismerhetünk, és Komjáti Imre, jó estét kívánok! Jó estét. Az éhségmenet szintén egyik tagja, illetve a közmunkások szakszervezetének elnöke. Hát ma már többet is kaptak, mint szocialisták hatalom éhségmenete, ez volt a Molinón. Most már arról is szóltak a közlemények, hogy önök biodíszlet, aztán, hogy mit is mondtad még? Ja, hogy az MSZP kampánymenete volt. Ki tudnak lépni ebből a politikából? Meg hát, hogy a gyűlöletkampánynak ez volt a csimbora szója. Ki mondott? Imre. Egyik Imre, mindegy. Ön. Kezdjük Imre. Én. Ez mint a tavalyi vendég, idei vendég, tehát, hogy, és ugye múlt héten is beszéltünk erről, hogy annyira átszövi a politika ezt az egészet, és nem jó, vagy nem biztos, hogy jó, hogy ez így alakult, de hát most is, tehát az ideérkezés napján is erről szólt minden. Lényegében ez egy erős üzenet volt számunkra, kis emberek számára, állampolgárok számára, hogy ha szót felemed a hangodat, akkor te szoci vagy, vagy nincs? Na, egyik az, hogy szoci vagy, a másik meg az, hogy tulajdon hatalomra vágysz. Egyszerűen hatalom mélységed van. Ez volt önök az... milyen hatalomra vágynak? Hát, na ez az érdekes dolog, ezen jókat nevettünk, nevettünk be. Jellemző a megérkezésünkre, hogy amikor meglátták az emberek, hogyan reagálták le ezt a dolgot, tehát... A Molinót, amikor meglátták kipeszítve, hogy ez a szoci éhségmenete? Igen, volt egy olyan... Hogy is mondjam, az az igazság, szépen. Hogy... Megmondom őszintén, nem tartom magam egy gyáva embernek, de akkor megijedtem. Tehát, hogy majdnem elszakadt a célna? Az embereknél igen. Be kellett eléjük lépni és megpróbálni őket, hogy nehogy a rendőröknek neki menjek. Az az igazság, hogy ez az egész menet nem azt a célt szolgálta, hogy éhségmenet benne volt az, hogy tehát az, hogy a vidék szeretne élni. Élni kell, hogy hagyni a vidéket. Hát most tulajdonképpen a vidék üzenetét hozták. Igen, igen. Jelképesen igen. Is, meg valójában igen, is. Többször elhangzott az a kérdés mai nap folyamán, hogy mennyire politika és mennyire szegénységről szól ez az egész történet. Én úgy válaszoltam erre a kérdésre, hogy a politika okozta szegénységről szól, illetve arról, hogy szegénység volt régebben is, de ez, hogy annyit érünk, amennyink van, lusták vagyunk és nagyigényűek, tehát ez egy folyamat. Többen kérdezték azt is, hogy olyan emberek, mint én, akinek van munkája, az miért vesz részt. És mondtuk, hogy pontosan azért, mert nekem van 6 gyermekem, és nem szeretném, hogy egy olyan világban nőjenek fel, ahol már ismeretlen fogalom az, hogy szolidaritás, vagy egymásért való tenni akarás. Én edelényből jöttem, és azt is elmondtam a menet előtt, hogy én a Józsi barátomért is jövök, aki eljött hozzám a múlt héten, és 6000 forintot kért kölcsön tőlem, 6 gyerekes családapától, hogy vegyen fél köbméter fát, mert megfagynak. És már nem mer kimenni az erdőbe, mert karvastagságú gajfát szed össze, és azért is megbüntetik. És hogy a gyermeke, aki dolgozni akar, és tanulni akar, az egy akkumulátoros fejlámpa mellett tanul, mert kikapcsolták az áramot. És ezeket az embereket alázzák meg. Hogyan tovább? Tudom, hogy ez talán még korai is, hiszen ma érkeztek, és hosszú-hosszú és fárasztó út van önök mögött. Különösen a hétvégén azért ebbe a hidegbe és hóesésbe 30 kilométert legyalogolni biztos, hogy emberfeletti volt. De hát a mai naptól kezdve azért most már gondolkodhatnak azon, hogy és akkor mi a folytatás? Tulajdonképpen a kormány nyílt hadüzenettel kezdte,
folytatja ott, ahol abba hagyta. Hát az, hogy az embereket semmiben nézi, ez most már jelzés, ez megerősödött egyre jobban. Az, hogy kezdünk egy diktatúrába átmenni, és egyre erősebb diktatúrába, ez már hol biztos. Tehát az jelzi azt, amivel fogadtak minket, ahogy egész úton gyalázták ezeket a meneteket. Ugye, hát, hogy is mondjam, ugye ez a gyöngyösi szauna dolog is az erre mi, utal. Abban mi az igazság, az a gyöngyösi? Igen, az igaz, hogy ugye mi a miskolci menettel jöttünk, de voltak, akik hamarabb elindultak Szabolcsból, például Polgárról, és később csatlakoztak hozzánk. Most ezek az emberek már 3 napja nem fürödtek, nem tisztálkodtak, mert ugye volt olyan szálláshely, ahol ez nem volt megoldott, főleg ennyi ember számára. És ugye kaptunk felajánlásokat, például az egyik felajánlás az volt, hogy egy helyi úriember kifizette a fürdőbelépőket, és akkor bemehettünk megtisztálkodni ott Gyöngyösön a fürdőbe. Így van, hát néztek is ott furcsán az ott lévő emberek, hogy kik is vagyunk, és hát ugye szauna. Hát volt olyan emberek köztünk, közmunkások, egyszerűen, akik soha nem láttak még ilyet, és valószínűleg már nem is nagyon fognak. Hát ezt irigylik tőlünk. Igen, mert hogy tehát, aki nem hallotta, hogy olvasta volna, tehát az jelent meg, hogy na, ezek a nagyon szegény éhségmenetesek megálltak egy kicsit, dobtak egy szaunát Gyöngyösön, hát tehát persze. Hogy ennyire nincs pénzük. Igen. Egy kicsit vissza is vezetném itt a dolgot arra, amit kérdezett, hogy hogyan tovább. Uh-huh. Tehát ugye most azért kicsit leülünk, végig gondoljuk, hogy mik a sikerek, mik a kudarcok. Az mindenképpen siker, hogy azért sikerült felrázni nagyon sok embert. A felajánlások nagy részét azt nem is pártoktól és civil szervezetektől kaptuk elsősorban, hanem magánemberektől. Tehát jöttek az útszélén, hozták a gyümölcsöt, hozták a süteményt, illetve a Szódon egy angol úriember, aki néhány hónapja költözött Magyarországra, és megvásárolt egy nagy családi házat, azt ajánlotta fel, hogy ott aludjunk éjszaka. Mi ott aludtunk a földön, matracokon, 30-an egymás hegyén hátán, de ott fogadtak be minket. Tehát azért a szolidaritás lángja nem aludt ki teljesen. A másik, hogy hogyan tovább? Hát igaz, hogy lecsürhéztek minket Mezőkövesden, de ezt tegyék meg most. Megkeresték a lapátot? Igen, letolvajoztak is, így van. Na, ezek után tegyék azt, amikor komoly szakszervezetek konfederációs szinten csatlakoztak hozzánk. Ezek után őket is le lehet akkor csürhézni. Lényegében egy jelzés a társadalom dolgozó része felé, hogy innentől kezdve ti a csürhéhez tartoztok. Bármilyen ellenállás, bármilyen tiltakozás, bármilyen dolog belép ebbe a kormány ellen, az a szervezet, szakszervezet, mondjuk ki magyarul, a diákok, nem sértésként mondom, a diákok is a csürhéhez tartoznak, ugye szembe mennek a kormánynak a politikájával. Tehát ennek az az üzenete, azt mondja, hogy mindenki, aki szemben vagy a kormány csűrhe. Politikájával, arra a kormány persze, azt mondja, persze. Vagy a kormánypártok, hogy csürhe. Vélhetően ebből a kommunikációs katyvaszból már nem nagyon akarnak kilépni, nem is nagyon tudnak. Tehát illúzióink nincsenek a hogyan tovább a kapcsolatban. Ugye a petícióban megfogalmazta a közmunkás szakszervezet az 5 követelését, illetve a munkát, kenyeret, tisztességes béreket, egyenlősület, a 3 követelését. Nem hiszem, hogy nagyon sokat fognak vele foglalkozni. Mondom ezt mind a mellett, hogy én úgy gondolom, hogy azért vannak még a Fidesz frakción belül olyan tisztességes képviselők, akiknek bizony most a lelkiismeretük háborog. És ezt azért, gondolja, vagy tudja? Tehát, hogy beszélt valakivel? Tudom. Tehát vannak olyanok, akik igenis nagyon rosszul érik meg ezt a történetet. Remélem, hogy ők esetleg túlsúlyba fognak kerülni, és tudnak ezen változtatni. Meglátjuk. De ezért mondtuk azt, hogy már most a következő kormánynak szeretnénk üzenni, hogy ezt nem lehet csinálni. Az hogy megszorítás, az egy dolog. Tehát lehet, hogy nálunk is otthon a családban megszorítunk, mert valami olyan gond van, de nem fogom azt mondani a gyerekeimnek, hogy hát annyit értek, amennyik vagytok, meg lusták vagytok, nagy igényűek, majd apa veszi az új horgászfelszerelést, hát nektek meg nem lesz karácsonyi ajándék. Hát meg azt, mondjuk a lányunknak nem fogjuk azt mondani, hogy azért, hogy ne verjen a férjed, több gyereket szüljél, nem nevezzük majd esetleg a dolgozóinkat idézőjelbe téve lustának, mint ahogy. És ezek a dolgok, ugye, Olga, ezek úgy jönnek ki,
ahogy hallgatja az ember a kommunikációjukat, egyre jobban, mondjuk ki magyarul, kinyílik a bicska mindenkinek a zsebébe. Undorító, ahogy beszélnek, undorító, ahogy bánnak velünk. Az, hogy csürhéznek minket, az, hogy semmibe vesznek minket, hogy a legalapvetőbb emberi jogainkat tapossák sárba. Egy 14 éves gyermek jött velünk 60 kilométeren keresztül. 14 éves gyerek is van magukkal. Ezért mondom, hogy azt a 14 éves gyereket csürhézi le? Azt a 14 éves gyereket köpi szembe? Hát én nagyon szívesen szembe köpném azt, aki azt a gyereket lecsűrhézi. Beleállnák, szembeállnák, belenéznék a szemébe, és egyszerűen szemközt köpném. Tudom, hogy erős szavak, meg tudom, hogy durva szavak, de bocsánatos bűn, ugye több mint 200 kilométer van a lábunkba. Végig gyalogoltuk, láttuk azt, hogyan pusztul a város, hogyan pusztul Kelet-Magyarország. Végig az úton láttuk, hallgattuk az embereket, beszélgettünk az emberekkel velük ellentétben, aki beáll, elkezd egy dumát mondani, belehazudik a pofánkba a televízión keresztül. Ugye, elment, azt mondja ránk, hogy elit, mit is mondta? Luxusmenet. Igen. Luxusmenet. Na, luxusmenet volt. Én nagyon kívánom, én felajánlom a fideszes képviselőknek, itt, most, hogy én hajlandó vagyok velük végigjönni az országon, gyalog, ismerjék meg egyszer Magyarországot, nem onnan dumálni, jöjjön velünk végig. Hogyha az elmúlt egy hétre visszagondol, és én ezt már itt elmondtam, hogy politikusok, hogyha egymást szidják, egyik a másiknak ad, másik megkapja, visszaadja, az már majdnem, hogy hidegen hagy minket, közszereplő politikus, adok, kapok, figyeljük, tetszik, nem tetszik, az egy más kérdés. De akkor, amikor egy hatalomban lévő ember, egy politikus, a védteleneket piszkálja, akik nyilván lehetőségük sincs ugyanúgy visszacsapni, az már egy nagyon-nagyon, hát több mint furcsa helyzet, inkább így fogalmazok. Az elmúlt egy héten gyakorlatilag önök felé az üzenet az volt a különböző provokációk révén, hogy maguk egyébként nem éhesek, úgyhogy ha éhesek lennének, akkor itt van ez a kis szalonna, egyék már meg. Egyébként meg ott is volt rum a baranyai esetnél. Igen. Tehát az üzenet az volt, hogy maguk lopnak, nem is éhesek, meg még iszákosak is, hiszen mindenhol volt egy kis alkohol is. Na, az a vicc az egészben. Most így komolyan. Lényeg az egészben, jött velünk olyan ember, aki úgy evett, úgy kapott rendes meleg ételt, hogy velünk gyalogolt. Elmondta, hogy addig, amíg megkapja azt az X mennyiségű pénzét, addig, amíg kitart, addig eszik, utána meg éhezik. Ha az a pénzösszeg egy hétig tart ki, akkor egy hétig eszik, utána három hétig éhezik. Olga, 21. században élünk, ugye? Demokráciába, idézőjel a demokrácia. Hogy nem sül le valakinek a bőr a pofájáról ekkorát hazudni, hogy a Magyarországon az emberek létbiztonságban élnek, mert hazudik. Jöjjön ki, nézze meg. Nem a talpnyaloknak a beszélgetéseiből kell leszűrni azt, hogy Magyarországon mi folyik. Szálljon ki az autójából, merjen kijönni. Ugye, annyira szeretnek komcsizni. Én gyerekként emlékszem arra, amikor Kádár János eljött Miskolcra. Végigment az utcán. Nem kellett hozzá akkora testőrség, mint a tek, ugye, nyeli a pénzt. Nem kellett hozzá semmi. Két ember kísérte végig az öreg Kádárt az utcán, és nem merték bántani, nem szóltak. Egyszerűen oda mentek, és kezet fogtak vele is. Tisztelettel bántak vele. Ő próbáljon Orbán Viktor végigmenni vidék Magyarországán az utcán, tek nélkül. Próbálja meg. Próbálja meg. Na én nagyon szívesen elviszem a Jukóvölgybe, Miskolc Gyöngy szemébe. Nagyon szívesen elkísérem. És arról is kezeskedem, tek nélkül, hogy nem fogják bántani, és vissza is hozom Budapestre. Nem tudom, hogy eljut-e a miniszterelnökhöz, és éle ezzel a meghívás lehetőségével. Amikor úton voltak, akkor rengeteg civillel találkoztak, tehát nyilván nem csak a éppen adott település polgármesteri hivatalából fogadták önöket Molinóval, vagy egy kosár szalonnával. A lakosság közül senki nem provokálta őket? Nem szólt be önöket? Tehát senki nem provokálta önöket?
Voltak beszólások, de az ritka volt. Tehát bekiabáltak, hogy menjetek dolgozni, meg miért nem dolgoztok, de nagyon ráértek itt menetelni. De ez elenyésző volt. Inkább azt dudáltak, integettek, veletek vagyunk, illetve mivel a Facebookon is meg volt hirdetve az éjségmenet, ki voltak a menetvezetőknek a telefonszámai rakva, hát volt olyan, hogy égtek a vonalak, és mondjuk én fél órán keresztül hallgattam komplett élettörténeteket, hogy kit hogyan rúgtak ki, hogyan aláztak meg, hogy mentek családok tönkre. 30 éves óvónő elmesélte, hogy egy heves megyei faluban él, de olyan 50-nek érzi magát azért, mert minden nap azt látja, hogy éhesen mennek be a gyerekek, és azt, hogy hétfőn, ami egyébként 10 órakor van egy óvodában az első étkeztetés, az hétfőn előre hozzák korán, mert hétvégén nem kapnak rendesen enni a gyerekek. És ilyeneket meséltek útközben. És most mi lesz? A figyelmet felkeltették, értem, hogy egy ilyen demonstrációnak, egy ilyen vonulásnak ez is a dolga, felhívni a figyelmet arra, hogy bizony baj van, vannak emberek, akik bajban vannak. De mi fog változni? Hát kicsit a szakszervezet területére terelném a szót, hogy a közmunkás szakszervezet, hogy tavaly ez teljesen váratlanul jött. Ugye hazajöttünk Brüsszelből, ahol találkoztunk Martin Schulzzal, ott is elmondtuk a gondjainkat, és utána a Halmai eset volt az első, amikor megkerestek minket, hogy nem fizették ki a közmunkásokat rendesen, és akkor elhatároztuk, hogy akkor a közmunkás szakszervezetet megszervezzük. Hát de ettől nem lesz több munkahely. Hát igen. Az a barátja, akiért is menetelt ön, annak az a 6000 forintja már elfogyott a fára, igen, meg lassan a fa is elfogyott. Tehát élünk a lehetőséggel, hogy ugye megkerestek minket szövetségesek, most már például szakszervezetek, és hát megpróbáljuk magunkat minél jobban megszervezni, még minél nagyobb erőt felmutatni, és azt üzenni az embereknek, hogy ne féljenek. Ne féljenek, mert egyre többen vagyunk, és fel kell állni és a szemébe nézni a hatalomnak, és ne hagyjuk magunkat megalázni. Nincs mit veszteni. Félnek az emberek? Nagyon, nagyon. Érezni lehet a félelmet bennük. Nagyon lehet bennük. Egyszerűen, hogy mondjam, döbbenetes volt. Meg volt a demonstráció, tehát beszéltünk, lementem közéjük, és elkezdtem közöttük már menni, mászkálni, sétálni közöttük, és hallgattam, és elmondták, hogy azért nem mernek úgy kijönni, ahogy szeretnének, mert ők szeretnének kijönni, mert egyszerűen félnek. Amit mond, a múltkor beszélgettük, ezek a burkolt fenyegetések, ugye, hogy mert te, ha köztisztviselő vagy, akkor meglátunk, vagy le, akkor abban a pillanatban már repülsz. Ismert tény, alkottak egy bürokratikus, egy fasiszta munkatörvénykönyvét. Nem. Tudom, nem. Hogy nem szabad ilyen használni. Mert nem is az. Tehát a munkatörvénykönyv nem fasiszta. Tehát vannak hibái, sok szakszervezet nem. Tiltakozott. Melyik szakszervezet? Egyetesek nekem mondani, Olga. Az, hogy utána, hogy is volt, Gaskó behajolt a szakszervezet, ugye? Valljuk be őszintén, Gaskó behajol. Igen, és a kormánynak. És akkor vannak olyan szakszervezetek, leül, mondjuk ki magyarul, hogy a félelem diktál. Abban a pillanatban, amikor leülnek Orbánék tárgyalni valamelyik szakszervezeti vezetővel, utána már visszakoznak. Ezek a kisebb, mint a pedagógus, itt volt a jó múlt korában, ők nem. Ők azt mondták, hogy igen, kitartanak, sztrájkolnak. Na, ezek a szervezeteket szeretnénk megkeresni, ők velük akarunk összejönni, és lényegében ők velük összefogni. És összefogás nélkül. Nem. Persze, megosztás ellen megosztás csak összefogás segíthet. Ja, és bocsánat, hogy igen? Még egy hozzá. Tudja, az a szégyen, kedves Olga, hogy Magyarországon megy itt Pesten az adok-kapok, egymás ellen összevesznek, nem vesznek, leülünk, tárgyalunk, nem tárgyalunk. Nem, ezt egyszerűen hihetetlen dolog, hogy maguk azok az emberek, akik a politikában, akik tényleg közszereplők, hogy nem akarnak és nem tudnak, nem akarnak összefogni. Mindenki a saját maga kis pecsenyéjét akarja sütögetni. Ugye? Az ellenzéki pártokra az ellenzéki párt. Most feljöttünk azzal, hogy meglássuk ugyanúgy, ahogy tavaly, hogy létrejöjjön az összefogás. Ez az összefogás nélkül, hogy fejezem ki magam, hogy ne sértsem meg, ne legyek profán, ne legyek
szemtelen. Ezt a kormányt nem lehet leváltani, összefogás nélkül nem lehet leváltani. És ez minden politikusnak a felelőssége, minden egyes ember, aki méhen fog Magyarországon dögleni a következő hónapokban, az minden politikusnak a felelőssége. Mert addig, amíg tökölgetnek, bocsánat a kifejezésé, addig veszélyben vannak azok az emberek. Ezt az összefogást, ezt már hagyja a politikára, de értem az elkeseredettségét. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük.